Barbie estet tartottak a Budapest Parkban, mi pedig eljöttünk, hogy a film üzenetéről kérdezzük a résztvevőket. Mi volt nektek a film fő üzenete? Talán az, hogy a nők helyzete a mai világban, a patriarchátus, hogy egy nő hogy érzi magát, és egy férfi ezt hogy éli meg, és végül mégis az, hogy egyelően jön ki az egész. Számomra mindenképpen ez. I'm just Ken. A ti kapcsolatotokban a egyenjogúság az mennyiben valósul meg? 100%. Igen, teljes mértékben. A film igazából, én úgy gondolom, hogy kicsit komolyabb hangvétel kapott, és szerintem gyerekeknek nem is kéne nézni, mert ez a felnőttök korosztálynak szól. Mondván, hogy fogadjuk el magunkat, és hogy a nők egyenjogúsága is benne van. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, mert egy csomószor van az, hogy a nőket elnyomják még így is. A nők azért még mindig nagyon el vannak nyomva nagyon sok területen szerintem. Férfi szempontból pont azért érdekes, hogy sok helyen megjelent ez a kritika, főleg ilyen amerikai véleményvezérek szájából, hogy azért ez egy férfi gyűlölő film, te ezt hogy érezted? Szerintem nem férfi gyűlölő film, mert alapvetően a való világ az a férfiak szemszögéből van láttatva. És hát nagyon sok női filmet is férfi rendező rendez, ami ez egy ilyen visszásság szerintem. És szerintem ez egy ilyen társadalomkritika volt, egy kicsit ilyen fricska a valóságra, hogy van egy olyan világ, ahol a nők a legnagyobb erő, és ők irányítanak mindent, és a férfiak gyakorlatilag csak kellékek. Vannak olyan dolgok, amikben szerintem a férfiaknak azt gondolják, hogy őnekik joguk van, meg sok mindent nem értenek meg a nőkben szerintem, amit amúgy szerintem el kéne fogadniuk, mint például ott van a menstruáció is, hogy ők nem tudják elfogadni, hogy nekünk az tényleg nagyon fáj, és hogy így nagyon le vagyunk nézve, tehát hogy lejjebb vagyunk. De én egyébként egyenrangúnak érzem magam mindenkivel, szóval ez nem ilyen utálat, vagy ilyesmi, csak hogy szerintem ez így van. A filmben nagyon sokszor előkerül a patriarchátusnak a kérdése. Szerintetek ez van még? Létezik? Igen. Mi egy helyen dolgozunk, és pont most volt egy férfi főnökünk. Remélem nem látja. Na mindegy, de ő nagyon éreztette velünk, hogy azért, mert méhünk van mi. De amúgy előtte soha nem fordult elő, de ő most nagyon, és ez nagyon rossz volt. Mi volt, amit pontosan éreztetett? Hát, hogy mi kevesebbek vagyunk, sokkal kevésbé. Egy férfi munkatársunk volt, és őt sokkal másképp kezelte. Szóval sokkal több dolgot elnézett neki, meg sokkal kevesebb olyan dolgot kellett megcsinálnia, amit amúgy nekünk. Emberibb is volt vele, és nála például egyetlen gúnyos megjegyzést sem hallottam, ellenben mi lányok kaptunk belőle bőven. Sokkal nagyobb jelentése van annál, mint amit az emberek gondolnak, mert azt hiszik szerintem legtöbben, hogy ez ilyen nagyon gagyi, ilyen kis gyermeteg film, de igazából nem egy Barbie meséről van szó, hanem ennek van egy társadalmi üzenete, most nem fogom lelőni a poént, nem akarok spoilerezni, de tehát hatalmas nagy képet alkot arról, hogy így a nőknek és a férfiak szerepe az így miben nyilvánul meg a mai világban, és ez szerintem tök fontos, főleg ebben a században és ebben az évben, meg ezekben az időkben így újra meg újra így az agyunkba vésni. Én végig azt éreztem, hogy soha nem így gondoltam a Barbie-mra, mint ahogy ezt a film előadta, nem csak az, hogy ez egy Barbie baba, és ennyi. És nem gondoltam, hogy ez ennyi üzenetet tud hordozni magában, úgyhogy tényleg ez itt tök meglepő volt számomra is. Már megvalósult a nők és férfiak egyenjogúsága szerinted? Hát valamelyest, bár nem a mi országunkban, ott még kicsit ez távolabb van, de azért úgy összevetve mindent a világba, igen. Mi az, ami szerinted még Magyarországon hiányzik ehhez? Hát valahogy itt most ugye inkább azt hangoztatják, hogy a nők szerepe az, hogy szüljenek, anyák legyenek, amivel persze nincs gond, de amellett ugyanúgy karriert is lehet építeni. Ezt mondjuk a Barbie jól megmutatta, hogy mindenkinek volt egy életcélja, meg egy karrierje. Ebben az országban ez a gyerek téma nagyon felnőtt egy ilyen elég magas elvárási szintre, és érdemes elfogadni, hogy már nem arról szól feltétlenül az, hogy nő vagy, hogy te mindenképp gyereket fogsz vállalni. Tehát, hogy én például szeretnék,
mindenképpen, de van, aki nem szeretne, és szerintem ez így rendben van, és ezt érdemes elfogadni, mert van, aki lehet, hogy karrierre akar 100%-osan koncentrálni, és lehet, hogy így lesz boldog. Még nem vagyunk annyira előre ebbe a kérdésben, mint Európában, sokkal. Tehát a régi hagyományok azok itt nálunk jobban érvényesülnek, mint kint, én legalábbis ezt látom, amikor utazgatok. És sajnos ezek az előre definiált nemi szerepek, ezek itthon ebben nehezebb kitörni, mint mondjuk Németországban vagy Angliában akár. Van, hogy kevesebb érezést kapunk, és még emellett anyának kell lenni, és még vezetni az egész háztartást, és nem kapunk annyi megbecsülést, úgy gondolom, mint a férfiak. Kicsit kinyitották a férfiaknak a szemét, hogy azért mi is számítunk, és hogy a mi szemszögünkből is kell látni egy filmet, mert egy csomó olyan fiúról hallottam, vagyis ahogy a barátném voltak így randizni és megnézni a filmet, hogy elkezdték kifigurázni az egészet, és ebből látták, hogy ez így nem komolyak a férfiak, és hogy komolyan kéne venniük ezt az egészet, meg a mi üzenetünket. Hogy azt mondtad, hogy voltak, akik elmentek randizni, és akkor közben derült ki, hogy a... Mondtak ilyen megjegyzéseket, hogy hát ez nem is így van, meg hogy a nőknek nincs ez joguk, meg ilyenek, és akkor így elment a fiútól a kedvük a lányoknak, és ott hagyták őket úgy, ahogy voltak, úgyhogy hát igen. Kösz Barbie akkor, nem? Köszi Barbie. Én egy elég toxikus kapcsolatszerűben voltam egy évig, aztán a film után véget vetettem ennek, mert he just can't, szóval ennyi. Nem tudom, ha sztereotípikus Barbie is boldog és teljes Ken nélkül, akkor én is tudok az lenni, és majd jön az a Ken, aki boldoggá tesz. We'll be right back.